Most pedig nem maradt más hátra, mint hogy felkérjem Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnökét, hogy tartsa meg évértékelő beszédét. Elnök úr! Szándékát és politikát. Több ok miatt is.
elutasítjuk, mert Magyarország hívők és nem hívők, keresztények és nem keresztények hazája. Ha pedig Magyarország mindenkié, már pedig szerintünk a haza mindenkié, akkor ez a haza nem azonosíthatja magát kizárólag egyetlen csoport hitével. A Fidesz gyakorlatában ráadásul a kereszténységre való hivatkozás nem a jézusi tanítások, az alázat, a felebaráti szeretet, a megbocsátás, a lelki tisztaság ügyének képviseletét jelenti. Éppen ellenkezőleg. Azt jelenti, hogy a hatalmasoknak mindent lehet. A hatalmasoknak bele lehet nyúlni a gyengék fehérneműjébe. A hatalmasoknak lehet nem kezet nyújtani a háborúból érkezetteknek. És igen, a hatalmasoknak lehet harácsolni, az országnak járó just támogatást, lehetőséget magánvagyonnál, magánerőnyé tenni. És hát hazudnak tartjuk a keresztény Magyarországon történő hivatkozást azért is, mert az úgynevezett keresztény politika valójában egyes egyházakkal, elsősorban a katolikus és a református egyházak előjáróival kötött hatalmi pénzügyi paktumot az egyházaknak a földi világi hatalom szolgálatába való állítását jelenti. A magyar kormány politikája eképpen nem keresztény, hanem keresztényietlen, ugyanakkor klerikális politika, mert hatalmi áruvá, jelszóvá, bunkosbottá silányította milliók istenhitét, vallását, ebben az értelemben elárulta és megbestelenítette azt. A magyarországi kereszténység legnagyobb átka és tehertétele a Fidesz és az Orbán kormány politikája. Ez gondolom. Előttem van az interneten is megtalálható fénykép, amelyen talán egy kápolna kövezetén sarkára ereszkedve térdelt Orbán Viktor, Novák Katalin, Balogh Zoltán és mások. Közben összekulcsolt kézzel, lehajtott fejjel imádkoznak. Mit mondhatnak? Miért könyörögkednek? Most már tudhatjuk. Tiszta, gyönyörűséges hitére hivatkozva azért fohászkodik a miniszterelnök az örökkévalóhoz, hogy fordítsa el fejét attól a rengeteg bűntől, amit napról napra elkövetnek, a bűntől, hogy menedéket adnak a tolvajnak, szabad utat a gyilkosnak, kegyelmet a pedofilnak. Kérik az urat, hogy világosítsa meg a törvénytelenség folytatásához vezető utat, hogy adjon további erőt a hazugsághoz, a képmutatáshoz, az Istenben való hit bemocsolásához. A végén persze azt mondják, hogy ámen. Akkor azt gondolom, az Istenekre mondom, hogy akkor stílusos legyek, Magyarország jobban teszi, ha ebből a kereszténység. Szent és tiszta dolog hinni a teremtő Istenben, csak emberi életének kitörölhetetlen, nagyszerű adomány és részhez. Ezt az Istenhitet nem mocskolni, hanem tisztelni kell. Ezt az Istenhitet nem a politika szolgálatába kell állítani, hanem az üdvösség szolgálatába, ha értik a buzgón imádkozók, mi létre is való ez az üdvösség. De ugye van még egy ok, amiért szemben állunk a Fidesszel. Szemben állunk, mert hatalmi berendezkedésüket alkotmányellenesnek tartjuk. Alkotmányellenesnek, mert valóságos működésükben a közhatalom kizárólagos megszerzésére és megtartására törekszenek.
Ez azt jelenti, hogy az állam egészének elfoglalását, ellenőrzését, az ellenfél megfélemlítését, megalázását, lehetőség szerint kiiktatását tűzik ki célul, és ezt szeretnék elérni. Az orbáni hatalom követői azt hiszik, hogy őket különleges agyagból gyúrták. Zárójel nyitok meg, tudja mindenki végig, hogy kihasználta ezt a kifejezést korábban a nemzetközi történelemben. Szóval az orbáni hatalom követői azt hiszik, hogy őket különleges agyagból gyúrták, és ezt teszi őket egyedülállóan, alkalmassal az ország vezetésére. Ezért aztán meg van a győződve arról, hogy aki nincs velük, az a haza ellensége. Az ilyen hatalmi berendezkedés, az ilyen politikai gyakorlat, a totalitárius hatalmi szándék akkor is alkotmányellenes, ha az parlamenti köntösbe próbálja öltöztetni magát. Mindezekből fakadóan a demokratikus koalíció önmagát tovább, és az Orbán kormány, hanem az Orbán rendszer ellenzékének tartja. Hogy egy napokban megbeszélendő ügyről mondjuk egy pár mondat. Most, amikor az orbáni parlamenti többség a pedofil botrányba belebukott, pártkatonából lett köztársasági elnök helyére új elnököt választ, a következőkről szeretném tájékoztatni önöket. A megválasztásra kerülő jelölt nem lesz hazánk a meggyalázott köztársaság elnöke. Nem lehet az, mert a jelölt nem csak, hogy elfogadja az orbáni hatalmi rendszer logikáját, hanem az alkotmánybíróság elnökeként maga is aktív szerepet vállalt az orbáni alkotmány ellenes hatalom létrehozásában, megszilárdításában, fenntartásában. Ugye, a logika nagyon világos, egyértelmű, zárt. Ha mi elutasítjuk ezt a hatalmi rendszert, már pedig elutasítjuk ezt a hatalmi rendszert, akkor jelölt intézményes helyzete és eddigi saját személyes szerepe okán nem tudja ellátni alkotmányos feladatát, a nemzet egységének kifejezését. Az elnöki hatalom valóságos forrás ugyanis nem a parlamenti többség, hanem a nép akarata. A nép a szóban forgó jelöltet már csak azért sem akarhatja elnökének, mert a legszűkebb szakmai, politikai eliten kívül tegnapig még csak azt se tudta senki, hogy van ilyen nevű ember az országban. Hogyan akarhatna a nép azt, akit egyébként még nevéről sem ismer? A nép nem akarja ezt az elnököt elnöknek, és jól teszi. Bár nem biztosan tudja, hogy miért teszi jól, mi mondjuk neki, jól teszi. Szavazói vagy akár csak a parlamenti képviselői emelik ebbe a magas tisztségbe, hanem egyetlen párt, a Fidesz elnöke. Ilyen módon az elnök nem lesz valóságos elnök a hazának, lesz viszont egy újabb alázatos valószínűtja Orbán Viktornak a kormányfőnek. Tájékoztatok tehát a jelöltet, hogy megválasztása esetén nem köztársasági elnökként, hanem Orbán Viktor beosztottjáként fogunk rá tekinteni. Kérem, tájékoztatásom tudomásul végzőjét. Sokszor halljuk, hogy jó, de hát mi van azon túl, hogy elutasítjuk a Fideszt? Mi az, amit mi demokraták ajánlani tudunk Magyarországnak? Ahogy korábban is mondtam, bennünket, demokratákat a polgári Magyarország megteremtésére vonatkozó közös szándékunk, akaratunk köt össze. De mit jelent a polgári Magyarország? Nem azt, amit
alatt érteni akartak a mai hatalmasok, mert ugyanazt tették ezzel a szóval is, mint tették a keresztény kifejezéssel, ellopták, meggyalázták, tönkretették, hazudtalanul megtörtötték. Amikor polgári Magyarországról beszélünk, akkor megbecsült, tisztelettel körülvett emberek hazájáról beszélünk. Olyan hazáról, amely közös otthona politikai, kulturális, hit vagy életmódbeli kérdésekben sokszínű nemzeti közösségben. Olyan országról, melyben gyermekeink szeretete összeköt, hazánk szeretete pedig összetart bennünket. A polgári Magyarország közös otthonunk, ahol vigyáznak ránk, és mi is vigyázunk másokra. Ahol nem csak meghalni, hanem emberi életet élni is lehet, és érdemes. A gyűlölködés, a rossz kedv, a veszekedés világa helyett olyan országot kívánunk, ahol természetes véleménykülönbségeink mellett szövetségesei vagyunk egymásnak. Ilyen országot akarunk. És mert az államalkotó emberek sokfélék, baloldaliak, jobboldaliak, zöldek, liberálisok, keresztények, világiak, szekulárisok, és még ki tudja hányfélék. A polgári Magyarországnak nincs ideológiai színe, nincs istenhite, nincs vallása, mert a polgári Magyarországnak alkotmánya van, ez mondjuk. Hogy félékesség. Szó nincs arról, hogy a polgári Magyarországnak ne lenne értékei. Dehogy nem. Vannak. Polgári Magyarország értékei az emberi jóság értékei. Önmagában az emberből következik. És nem kell hozzá más segítség. Ezek az értékek az egymásra figyelés, a megbecsülés, a partnerség, a szeretet, a szabadság, közös törekvésünk, hogy jót és jól tegyünk. A haza a mi országunk legtermészetesebb törekvése, hogy biztonságot, hogy nyugalmat, békét teremtsen a hétköznapok világában, nemzeti közösségünk színterein, a munkahelyeken, az iskolákban, a nyilvános tereken. Igen, a polgár Magyarország védi a polgárok magánéletét, személyes kapcsolataikat, a családokat, és elfogadja, hogy a család az család. Függetlenül attól, hogy a hatalom miként szeretné azt látni. A családhoz szerető ember kell, kormányzók lefér a család családjába. Ezt javaslom a család. Ebben az iszonytatóan leegyszerűsített, sokszor lenni. Fogalmaiban is meggyalázott magyar valóságban, szinte minden összekeveredik. Korábbi vitákból is kiindulva, hogy legyen világos. A polgári Magyarország politikai szinterén sok polgári, azaz egy polgári világot elképzelni tudó, az építeni akaró párt verseny demokratikusan, a közhatalmi megbízásért. A polgári Magyarország önmagában se nem jobboldali, se nem baloldali, se nem zöld, se nem liberális, nem szociáldemokrat és nem tudom ilyen, hanem sokfajta közepolitikai közepén is egybefoglalója. Mi, szociáldemokraták azt gondoljuk, hogy ma polgári Magyarországot teremteni, a sikeressé tenni, az alkalmassá tenni, hogy tisztességes jó életet a Magyarországnak, a magyar embereknek, az ma a szociáldemokraták dolga, lehetősége, felelőssége, az elsősorban a miénk. Ez a dolgunk a polgári Magyarország megteremtésében, nekünk szociáldemokraták. Na most, hogyha ilyen sokfajták vagyunk, hogyha egyébként mit itt Magyarországon tényleg több egymással versengő és együttműködő polgári karakterű párt is létezik, akkor azért tegyük világos, hogy mi szerintünk, és ez már az demokratikus koalíció állása. Az Orbán rendszerrel szembeni küzdelemben a demokraták együttműködésre kötelezettek. De az is igaz, hogy erre az együttműködésről
választóink képviseletének hogyanjáról. A Fidesz elleni küzdelem stratégiájáról nem tudják gondolkodni egy formában. Elmondom, hogy mi a demokratikus koalícióban Magyarország legbefolyásosabb demokratikus ellenzék pártjában mi hogyan gondolkodunk erről, hogyan látjuk ezek a kérdéseket pár hónapban a következő nagy megmérettetéssel. Hát ugye most küzdelemre készülünk. Hazánkért, Magyarország becsületéért. Mi azt gondoljuk, hogy a vereség forgatókönyvének az a címe, hogy ki, kivel nem. A győzelem forgatókönyvének pedig az a címe, hogy ki, kivel igen. Szerintünk, aki most a küzdelem küszöbén úgy akar megküzdeni a kormánnyal, hogy közben az ellenzékkel is harcol, az a vereséget készíti elő. Aki pedig a küzdelemre készülve, saját oldalán nem szövetséges keres, nem szövetséget épít, hanem szövetséget bont, az az ellenfél győzelmét készíti elő. Aki pedig a küzdelemben az arra szerveződő pártok, a pártok szervezett csapatai helyett a lelkes civil aktivistákat küldi, az öngyilkosságot követ el, és a kormány győzelmének nyit utat. Ha tudatában vannak ennek, ha nem. És akkor hadd menjek egy picivel még tovább. Azok az ellenzéki szavazók, azok az ellenzéki érzelmi szavazók, akik ugyan torkig vannak Orbán bűnös rendszerével, de úgy kívánják őket legyőzni, hogy közben elfogadják a Fidesz ítéleteit, világmagyarázatát, akik arról is úgy beszélnek, ahogy az ellenfeleik akarják, azok már nem tudják, de valójában már Orbán Viktor segítői lettek. Akik nem tudnak, nem mernek szembenézni az önkény elleni politikai küzdelem természetével, szabályaival, akik úgy tesznek, mintha demokratikus politikai versengés folyna, miközben nem, akik aztán egy ilyen verseny... Nem, akkor mondjuk érzem. Akik nem tudnak, nem mernek szembenézni az önkény elleni politikai küzdelem természetével, szabályaival. Akik úgy tesznek, mintha demokratikus politikai versengés folyna, akik aztán egy ilyen versengés szabályait kérik rajtunk számon, azok kezünkben egy szár fakadót adva, így akarnak bennünket belütni egy arénába, és bár nekünk szurkolnak, de valójában a politikai halálba küldenek bennünket, és a demokratikus Magyarországot is. Akik nem értik, hogy megállapodás hiány a verseny szabályait az erősebb fél diktálja, azok azt sem fogják megérteni, pláne elfogadni, hogy ilyen esetben csak két választásod van. Vagy megküzdesz az ellenfelén által diktált szabályok szerint, vagy elmenekülsz a harc elől. Mi nem fogunk elmenekülni. Végül egy gondolatsor lezárása kész, hadd jegyezzem. Szerintünk a dolog úgy áll, hogy a helyzet, a lehetőségek a politikai küzdelem természetének, továbbá hazafias feladatunk együttes és teljes félreértése, ha valaki egyszer akarja leváltani a kormányt és az ellenzéket. Aki így tesz, bármit is mond. Végeredményben a jelenlegi hatalom. Ha három héttel ezelőtt kellett volna elmondom ezt a beszédet, akkor
innen másfelé indultam volna. Az elmúlt három hét az megrendítő és megrendítő. Mert az elmúlt hetek az Orbáni hatalom végtelen romlottságának bizonyítékából voltak hangosak. Attól, hogy hatalomhoz közel álló, azt gyakorló felnőtt emberek gyermekeket becstelenítettek és becstelenítenek meg. És az Orbáni államhatalom legmagasabb rangú emberei ezeket a bűnöket takargatni, titkolni, menteni próbálták és próbálták. Gyalázat, becstelenség lemoshatatlanul sározza be Orbán rendszerét. Ugyanis olyan nincsenek rények. Ott a Orbáni hatalomhoz kötődő vezetőkről derült ki, hogy gyermekeiket nem óvták, hanem elnézték és segítették, hogy ezeket a gyerekeket az éppen értünk felelős felnőttek éljék ki beteg szexuális vágyokat, ott a bűn lett az Úr. Nem akármikről beszélünk, köztársasági elnökről, miniszterről, nagykövetről, egy korábbi köztársasági elnök testvéréről, állami intézményi vezetőkről, egyházi vezetők soráról. Orbán pedofil hálózatának becstelensége mocskossá tette az Orbán rendszer egészét. Leváltások, lemondások, ide vagy oda. A miniszterelnök, a becstelenség első számú vezetője, felelőse, ahogy ő önmagát látni szereti, tábornoka. A nemzet becstületes többségének szemében a kormányfő véglegesen elvesztette erkölcsi jogát, hogy Magyarország vezetőjének tekintse magát, hogy igényt formáljon arra, hogy becstületes emberként tekintsünk rá. Egy személyi hatalommal, egy személyi felelősség is jár. Hát úgy áll, hogy aki ura a sikernek, az viselője a kudarcnak is. Aki a fény és a hatalom, azért a mocsok és a bukás is. A miniszterelnök felelős a pedofil botrányért, a neve alatt működő pedofil hálózatért. Az emberek réglátott felháborodása egyértelmű választ adott a becstelen Orbáni hatalomnak. A személyesen a miniszterelnök által kiválasztott, köztük a köztársasági elnök és egy miniszter lemondása nem zárja le a pedofil botrányt. Azért végső soron a miniszterelnök felelős, az a miniszterelnök, aki tudott a kegyelmügyről, aki felhatalmazást adott miniszterének, hogy a kormány nevében egyetértsen a kegyelemmel. A pedofil simogató bűnös szabadon engedéséért a miniszterelnök viseli a végső felelősséget, nem más. Orbán Viktor így módon az első magyar pedofil barát miniszterelnökként vonult be a történetbe. Egy hete rég nem látott tömeg gyűlt össze a Hősök terén. Köszönet és tisztesség a szervezőknek, a résztvevőknek. Számukra se kétséges, hogy a pedofil botrány kapcsán az elmúlt két hétben az Orbán rendszerrel való szembenállás a politikai túl, a történelmén túl erkölcsi természetűvé is volt. Ugye eddig azt mondtuk, hogy azért küzdünk az Orbán rezsimmel, mert a rezsim
szemben áll a polgári Magyarország eszményével, hogy erről korábban beszéltünk, politikai és hétköznapi gyakorlatával, Magyarország történelmi érdekével. Erre mondjuk azt, hogy ez szembenállásuk történelmi. Másodikként pedig azt mondjuk, hogy ha megnézzük, hogy hova jutott Magyarország az elmúlt 14 évben, miután ők kormányoznak, akkor mi jutunk? Közelebb kerültünk az osztrák, a német, a francia életminőséghez? Nem. Jobban segít most az állam, ha gyógyulni tanulni akarok? Nem. Jobban gondoskodik az állam a bajba jutott gyerekeken, az időseken, bárkin? Nem. Ezek miatt mondjuk azt, hogy rosszul kormányoznak. Ha rosszul kormányoznak, akkor ez politikai természet szembenállásunk. És akkor lehet itt még valami. Mostantól van itt még valami. Mert mit mondanak arra, hogy kormányhoz kötődő emberek beteg szexuális vágyukat gyermekeinkkel élik ki, és hogy ezeket az embereket a kormány megtegek. Mit mondanak arra, hogy ennek a kormánynak a nagykövete 10 000 számra gyűjtögette a gyermekekről készült pornográf felvételeket, képeket, aztán miután lerepleződött, Orbán nagy titokban saját nagykövetét hazacsempésztette, itthon pedig brutális 500 000 forint pénzfizetésre kötelezték. És mondják, mit mondanak arra, ha az Orbán kormány kedvenc erdélyi szerzetesének gyermek intézményeiben mindennapos volt, hogy fiatal fiúkat és lányokat kényszerítettek szexre, és miközben ezt tudta a magyar kormány, tudta a most pedofil botrányba belebukott Novák Katalin is, az előbb fél évvel ezelőtt, Bőjte Csabát magyar becsületrenddel tüntette ki. Jól hallották, magyar becsületrenddel. Ez azt jelenti, hogy az Orbán hatalom számára ez a becsület. Mi szerintünk ez pedig a becstelenség. A rendet kellett volna alapítani, akkor a magyar becstelenség rendjét kell átadni azoknak, akiket ünnepel az Orbán rendszer. Ezért szembenállásuk most attól nem egyszerűen történelmi, nem egyszerűen politikai, hanem morális, mert a gyermekeinket, az életünket, a becsületünket, a testünket, a lelkünket nem adjuk. Tisztességes és sok eredményt értünk el, de vannak, akik azt gondolják, hogy másfél évtizeddel ezelőtt mi is követtünk el hibákat, nekünk is voltak kívülségünk. Halljuk is értünk ezeket a megjegyzéseket. De mondják, amiket az imént felsoroltam, amikor Orbán pedofil hálózatáról beszéltem, azok hibák? Nem. Azok nem csak hibák, azok bűnök. Aljas bűnök. Ha vannak fontos kötelességei egy közösségnek, akkor az biztosan közéjük tartozik, hogy vigyázz gyermekeinkre. Orbán rendszere vigyázott gyermekeinkre? Nem, nem vigyázott. Mi több? Ocsmány módon kihasználta őket, bántja őket, bántotta őket, megbecstelenítette őket. A szörnyek, a bűnösök, akik közöttük járnak, ezek a bűnösök, ezek a szörnyek, a kormányhoz kötődő emberek, olyan emberek, akiket a kormány véd. Akkor még egyszer. Vannak, akik szerint mi, akik már kormányoztunk, követünk el hibákat. De talán ők is látják, hogy most, amikor az Orbán kormányra nézünk szembe, nem hibákat, hanem bűnöket látunk. Így bizony. De akkor tegyük a kérdés. Inkább maradjon a bűn, az orbáni pedofil hálózat bűne, mert akikkel együtt közösen meg tudnánk szabadítani az országot ettől a bűntől, azok nem tökéletesek.
akkor sem fogjuk meg egymás kezét, ha ez kell ahhoz, hogy megszabaduljunk az állami pedofilia mocskától. Inkább bántsák gyermekeinket, de akkor sem működünk együtt azokkal, akik valakik szerint másfél évtizede követtek el bánt. Van, aki a bűnt választja, mert nem tudja elnézni az egykori bánat. Orbánt választja a gyermekek helyett. Van, akiket a mi kormányzásunk ilyen-olyannak mondott kritikája akadályoz meg abban, hogy elkergesse a bűn kormányát. Van, aki most 2024-ben azért érzi el Orbán bűneit, gyermekek megerőszakolását, az, hogy párja lett a magyar a világban, hogy pár család, köztük a miniszterelnök családja szétkopja az országot, hogy a legalapvetőbb polgári jogaink sérülnek, a szólás, a tájékoztatás, a sztrájk, a vallás szabadsága, hogy pusztulnak állami intézményeink, pusztulnak ezek az intézmények a kormány keze alatt. Van, aki mindezt hajlandó elnézni, mert másfél évtizeddel ezelőtt valakik ő szerinte nem voltak tökéletesek. Létezik, hogy van olyan, aki emiatt nem látja 2024 drámáját. Van, aki azt mondja, nyilván felháborodás, hogy a nép, amely megengedi, hogy bűnösök vezessék, az maga is osztozik a bűnben, de én nem ezt gondolom. Mert a nép nem lehet bűnös. A nép felelősségemben persze hiszek. Ahol pedig van felelősség, hogy nyilván azt el lehet kiválni, és időnként van felelőtlenség is. Nem egyszer már attól is lehet felelőtlennek lenni, mondom ezt akkor mindenkinek, a nagybetűs népnek, hogyha valaki nem tesz semmit, ha engedi, hogy a bűn kormánya ülje trónját felettünk. Ha valaki csak engedi, hogy mások gondolkodjanak és cselekedjenek helyette. A bűntől megszabadulni közös becsületünk, közös küzdelmével és kifejezéssel lehet a demokratikus koalíció, amelyet az egyetlen nem hibátlan képződményei világnak, azt javasolja a magyaroknak, ne nézzék tétlenül a bűnös kormány topszódását, ne nézzék tétlenül, hogy tárgyaivá válunk, megerőszakolható tárgyaivá válunk ennek az országnak, ne mondják azt, becsületben, a tisztességben hiszünk, az emberben, a teremtőben, egyben biztosan nem. Azokban, akik becstelenséget követtek el gyermekeiken, akik ezt elnézték, titkolták, felmentették. Felháborodás nem politikai, nem történelmi természetű, hanem legmélyebben emberi és erkölcsi. És a sorsotok fölött ekképpen fog ítélkezni a nép. Jönnie kell Magyarországon, nyugodt, polgári, európai, időnként talán kicsit unalmas létezés. Aminek jönnie kell a szörnyűség után, a szörnyek kormányzása után, azt gondoljuk, hogy egy a szociáldemokraták által vezetett magazin kormány. Igen. A demokratikus koalíció szociáldemokrata politikát ajánl az államnak. Válaszolni szeretnék arra a kérdés, hogy miért? Azért, mert az lesz jó Magyarországnak, az embereknek, a családoknak, ha végre szociáldemokraták kormányoznak, mert végre megbecsülést, elismerést kell hozni az embereknek. Odafigyelést, nyugalmat az életükbe,
nyugalmat az életükhöz. Engedni, hogy egyszerűen csak éljenek az emberek, de mégis vigyázni rájuk, törődni velük. Az emberek államára van szükség, ahol vigyáznak ránk. Mert tisztességes fizetés és nyugdíja jussa minden. Ha jobban akarjuk érteni egymást, ha közös hazát akarunk, akkor persze újra át kell gondolni, hogy kinek mennyi kötelessége van a hazáért. Nem fognak meglepődni, ha mi, szociáldemokraták határozottan azt gondoljuk, hogy a magasabb jövedelem nem több joggal, a magasabb vagyon nem több joggal, hanem több felelősséggel jár. Igen. Miközben az adózás kötelezettsége mindegyikünkre vonatkozik, de adózzanak többet a milliárdosok. Igen. Hát mi ezt tartjuk helyesnek? Gondolom, lehet, hogy azért, mert szociáldemokraták vagyunk. És hogy mondtam, a milliárdosoknak ugyan több felelősségük van, de nincs több joguk. Az állam nem lehet, mint ahogy ma az, a milliárdosok lobbistája. Elvesszük a milliárdosoknak lehetőséget, hogy az államot, a kormányt maguk érdekei szerint használják, és visszaadjuk az államot az embereknek. Emberhez méltó élethez a szociáldemokrata politika, szociáldemokrata kormány kell. Dobrev Klára. Békét kell hozni Magyarországnak, háborúskodás helyett újra békés partnerség kell. Európai élet az európai Magyarországnak, európai élet az embereknek. Mert Magyarország a hazánk, és Európa az otthonunk, mind halál.